Május 27-én kezdődik a nyári szezon Máté Szalkán a városi uszodai és strandfürdőben. A medencék burkolatának javítása, térkövezése, a zöld felületek karbantartása még folyamatban van. Az öltözők és mosdók teljes festését viszont már elvégezték. A tanmedencét is beleszámolva összesen 8 medence. Sauna és gőzkabin várja hamarosan az érdeklődőket éjszakai fürdőzésre, táborokra, sporteseményekre. Mivel az itteni víz ásványi anyag tartalma literenként meghaladja az 1000 grammot, idén gyógyvíz minősítést kapott, így főként a reumás panaszok enyhítésére ajánlják. Magyarországon 2023-ban elsőként Máté Szalkai víz kapta meg a gyógyvíz minősítést, és ez Szatmár Kincse néven mi lettünk Magyarországon akkor az első minősített gyógyvíz. Hál' Istennek ugye ebbe az évben nem kellett bezárnunk, úgyhogy nagyon erős január-februárt tudhatunk magunknak, de készülünk ugyanilyen erősségű nyári szezonra is. A Berek szívében és négy folyó ölelésében fekvő vásárosnaményban is készülnek a strandturizmus beindulására. Filip Sándor polgármester elmondta, a Tiszaparton július 13-a és 17-e között rendezik meg a Bergen-Gócia Fesztivált, amelynek egy szelete a Zoárd napi sokadalom. Márciusban döntöttünk arról, hogy oda kell figyelnünk ismét, ahogy minden esztendőben, a Gergely-Ugornyai Tiszapart kialakítására, hiszen azért minden évben adódnak olyan feladatok, amelyekre körültekintően odafigyelve kell eljárnunk, hiszen a nyaraló tulajdonosok is elvárják azt, hogy legyen rendezett, gondozott, ápolta Tiszapart, és az ideérkező vendégek is. Épp ezért külön gondnoka van most már a Tiszapartnak, illetve mi működtetjük és üzemeltetjük a Berek szíve üdülőközpontot. Elkezdtük a cserézést, az utak rendbetételét, a fű nyírását, levágását, illetve bízunk abban, hogy a Tisza idén kegyes lesz hozzánk, és a Tiszapart gondozását is elkezdhetjük akkor, amikor már megfelelő nagyságban áll rendelkezésre a homokos part és a homokos füveny. Nyíregyházán május 13-án nyitja meg kapuit a helyiek egyik kedvenc strandja, a tófürdő. A szeptember 13-ig, vagyis 4 hónapon át működő szabadtéri strandon évente átlagosan közel 40 ezer vendég mártózik meg a tó, vagy épp a medence vízében. Podlovics Lajos, a Sóstó Gyógyfürdő ZRT vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy bár jelenleg Nyíregyházán a megszokott 5 strand helyett az energiaárak miatt mindössze 3 üzemel, így sem marad senki fürdőzési lehetőség nélkül. Van fürdő, el lehet menni fürdeni, megvan a gyógyászati célú rekreációra is a lehetőség, megvan a wellness célú kikapcsolódásra is a lehetőség a városban. Délután kedvezményes belépőjeggyel vehető igénybe, hogyha valaki esetleg az egésznapos belépőjegy árától megijedne, vagy az nem lenne kedves számára. Tehát azt gondolom, hogy próbáltuk úgy alakítani a körülményekhez mérten a dolgainkat, hogy ne legyen olyan vendég, aki esetleg azt mondja, hogy ő nem tud ellátogatni Nyíregyházán egy fürdőben. Ez a turizmus szempontjából is rendkívül fontos, hogy működjön mondjuk az élményfürdő. Mert ugye sokan felteszik, hogy miért az élményfürdő, amikor az nagyobb, stb. Igen, de Sóstóra és ide a Nyíregyházára látogató szálló vendégek is általában úgy érkeznek az őszi-téli, koratavaszi szezonban, hogy fürdő kell, hiszen akkor az a kikapcsolódás. Podlovics Lajos hozzátette, az éves szinten közel 200 ezer vendéget fogadó parkfürdő idén június 9-től várja a vendégeket.